Tamás, tessék. Ez jó lesz így? Miért nem? Ezt úgy látom, hogy ezt most jó darabokra vágtad. De jó így, nem? Hát jó is. Le kell pirítani a húst jó, jól, ugye? Először. Meg kell kapatni benne, maradjon az zab. Nem? Hát de, az kellene. De egyébként meg és akkor mit kell még ebbe beletenni? Ebbe majd még fogok paradicsomot és paprikát. Igen. Sóborsos igazából. És akkor kész? Hát nem, még megjönnek. Most akkor körülbelül dél van. Tényleg és akkor van. Ebből este lesz ebből kaja? Vacsora lesz, éjfél körül. Mikor szaggatod a nokedvét? Há, majd éjjel. Lámpafénnél aludjunk. Nem? Na, de most hülyeség tényleg, ez körülbelül mikor? Mikor készül hát el? Szerinted? Két óra alatt. Mondjuk, hogyha Attila rakja a tüzet, hát, attól is sok függ, attól, igaz? Attól függ a legjobban. Uh-huh. Meg kisláng, vagy nagy mert láng. A jó levegő, az kevés neki. Jó, hozzá a meleg. De jó. Nem mellesleg egyébként, én nagyon elégedett vagyok a Attilával, mert szépen elásta az asztalnak a lábait. És akkor így nagyjából megpróbálta lakatos szemszögből kiviszintezni ezt az asztalt. Gyere, mutasd be a hálófülkét. Mutassam be a hálófülkét? Hát mutasd be, mert én még azt nem láttam, hogy most milyen is ez a hálófülke. Valamit összeszedett a csinorod megint. A felső. Ott úszik a húzza már a végjelet. Ja. Na hát akkor mi így adunk elő? Milyen finoman? Azt a mindenit. És ha kapás van és bent vagyunk, akkor ezt szét fogjuk tépni? Vagy hogy fogunk tudni ki? Ja, hogy neked már meg is van ágyazva. Igen, mert én nem tudtam, hogy készülsz, vagy akármi is, de ez így. Értem. Hát azért ez egy nagyon kultúrált, ugyan. Én úgy érzem. Van kis izére. Tehát ez azt a mindenit, öregem, azért ez... Meg ezt is ki lehet nyitni az egész oldalát. Azért ez nem olyan nagyon rossz, nem? Nem, szerintem ez jó. Én úgy gondolom, hogy ez és az ágy alá be lehet tenni, izé... Oda befogtam, én a lófasz. Figyelj, ezzel így elmehetünk így hosszabb távra is. Tehát. Szerintem ez. Tehát azért ez így alkalmas arra, igen. Hogy itt az ember... Egy. Nagyon jó. Na, én úgy el. Csináltam, kérlek János, igen? Amikor kim voltam vele egyszerre talán, hogy igen. Ez a szugonyháló. Meg különben az az asztal, amit most nem tudtunk megvenni, az ide középre be lenne téve, az tök jó tudnánk kajálni, kártyázni, verni igen. A blattot, bármi. Én úgy csináltam János, hogy igen? Körülbelül középtájú volt behúzva a tűzzel. Igen, és ott rombolták ki azon a kis lukon. Ez le volt engedve, ott le volt rögzítve, és fél zsoldírosan be volt hajtva. Aha, aha. És amikor hallottam, hogy a 8 kg 60 dekás azt mondja, hogy akkor csak kitéptem, és már szaladtam is. Tök jó. És ez így volt. És ez a izé, és ez az, amit elhoztunk a dekából. Ezt hoztuk a dekától. De ez így tök jó. Mert ezt ugye nem adták. Én ezt így jónak ítélem, nem? Kisüt a nap. Mindjárt. Jó, megnézzük Attila helyét, hogy ő ott mit csinál. Megnézzük. Vagy megkeveri Attila. Attila. Igen, dupla viszki rázva nem keverve. Igen. Vagy hogy van? Valahogy úgy. Elakadt a lábam a izébe. Fölrúgva a sátra. Majdnem sikerült fölrúgni. Aha, és akkor itt lakik az Attila. Itt lakik az Attila. Attilától még engedélyt kell kérni, hogy használhassuk az arcát. Hogy használhassuk az arcát. De most egyébként ja. Aha. Na persze. Na mit gondoltál, hogy csak így hülyeségből? Na figyelj, ez úgyse kerül föl sehova. Figyeld, és az indián kis tábortüze van neki. Szóval Attila itt horgászik, ő itt külön. Itt lakik az Attila, ebbe a helybe is látok fantáziát, ugyanis oda is szépen be lehet tenni a izét. Ő nem fog oda, aha, egész éjt, majd félrevonul a kis
pörköltjével, és rohadtul semmi. Tényleg, megnézzük neki a kis felszerelését, neki elég vékonykásnak ítélem ezt a 50-170 grammos. 50-170 grammos döme botokkal. Szerintem ki van? Nincsen? Szemre dobálódik ez a gyerek, de tudod mi csinálja? Hogy nehogy nekünk jó legyen. Meg a nagyra fájázik. Tehát még bajuk, hogy a Hát jó van, figyelj ide, egyébként nagyon szép idő van. Hát csak halat kellene fogni, és akkor föl tudnánk vételezni azt is, kérlek szépen, hogy a padracot filézve pográcsba sütögetjük. Rázva nem keverve. Igen, hát kérem szépen, hát ez nagyon alkalmas. És akkor rajta hagyod te is most már a címkét a fáklyákon? Tehát most már te is átvetted ezt a dolgot tőlem, hogy lássák, hogy új. Igaz? Hát ezt így is kell csinálni. Hát nekem a széken a mai napig rajta van a papír. Itt nincs mese, nincs szórakozás. Vagy impala, vagy semmi. Hát persze, a mai napig rajta. Az ágyon is nekem mindenen rajta van. Én a nadrágon is az első mosás veszi le az árcímkét. Én úgy járok benne, hát persze. Attila. Kevered a dolgot? Jó lesz. Jó lesz? Meg vagyok elégedve veled. Jó van akkor. Fuss, Forrest, fuss! Ezt már... Te, hát lefordította neki az ágas robotot. Nem mondod. Úgy látom. Te, hát itt benne vagy már ebbe is, úgyhogy gyere le! Igen, egyébként. Ja, de komoly. Aha. Pont öregem vagy, mi az? Mekkora dévér? Apám, hol a merítő? Mi az? Tomi, add ide a botot, azt menj a merítőért, mert én... Nem küldem el. Nem kell? Jó, akkor hagyd. Úristen. Atya úristen. Hát ez írva. Úristen, de szép. Én ekkora dévért még nem is láttam. Nem mondod. Mekkora? Én ekkora dévért még nem is láttam. Nem, ezt nagyobbakat is fogtunk mutatni. Ja, megy a fordítás. Hú, de szép. Megy. Persze. Hú, de szép. Attila, most fogd meg ezt a halat két kézzel, és mosolyogjál rá szerelmesen. Tudod, úgy, ahogy a Jankovicsék szoktak. Így elizélve mosolyogjál. Jó, így. Tökéletes. Ú, mekkora hallod. Nem is láttam még ekkorát, komolyan mondom. Aha. Tyú! Hát ez... Érdemes lett volna a paramétereit levenni. Nem volt ez nagy. Nem volt ez nagy? Mekkora volt? Ez másfél kiló volt. Annyi volt, nem? Van 1,50 biztos, hogy volt szerintem. Na, dobok egy újat.